szombat reggel van, illetve már nem reggel van, mert már nincs reggel, hanem szombat délelőtt van, és hogyha szombat délelőtt van, akkor a mai napon megyünk költöztetni. Ki költöztetünk? Hogy van ebben az autóban, Duda? Mi sose alszik. Ki van, ahogy kell mosni? Szerintem lehet, hogy fordítva vetett fel. Nem, de az ilyen szép nagy, hogy tudja mindenki, hogy vagyok ott. Kavő legjobb napot választotta a költözésre. Szakadó eső. Ahogy szakad. Szóljatok, szóljatok, ha induljak! De ez a legjobb. Gabi leragasztott a hűtőt cellok, szóval ki legyen ilyen az ajtaja. Ilyen kis előtakarékos. A fiúknak mondom, hogy óvatosan. Nem, nincs. A fiúknak mondom, hogy... Én kitakarom az arcodat, jó? A fiúknak mondom, hogy van töltött káposzta a hűtőbe, így kéne elszállítani. Minden egyet mozgatok, de ne állítsd a kamerát, mert ez a legjobb. Álljál, Petici! Az alját... mondjuk igazából az alját kéne odarakni a széléhöz, ezt meg rá. Jó, akkor ez itt hát azt szerintem támasztok oda. Ne ide az ajtó közepén, az meg, hogy visszük ki az alját? Támasztok ide! Hova, b***ho? Miért támasztottuk ide a falhoz már régen? Azért, mert nem akartam, hogy koszos legyen. Itt vagyunk Gabinál, Gabit költöztetjük az új házába. Szia, Bruno! Szegény, te ide hátra vagy csukva. Te csak hátra vagy csukva. Kiborult, nyolc, te ége! Ez az! Jó, vigyázz! Irányítónak is kell lenni. Mi van ebben? Vibrátor! Szexuális segédeszközök? Igen. Alig van egy kevés. Nézzétek Robertot. Igazi kemény munkás ember. Itt van egyébként egy edzőterem. És most azt hiszem, jól tudom, akkor aerobik óra folyik. Legalább... Ritmusra fogunk mi is kipakolni a kocsiból. Jaj, tükör! Álljon a tükör! Ó, majdnem lement egy tükör! Ábabáj, állj meg! Eltér? Van hátsó kamerád. Pip, pip, pip. Ez az Gabu! Nyomjátok, nyomjátok! De nem az alvást. Én az. Ritmusra! Egy, kettő, három. Találtál még egy vibrátort? Igen, húgom. Gabi, ez az új kalapod, amit vettél? Simán lesz a kalapod. Hát mi is ilyen tudom mondta, itt nem is kerülni. Jó. Mert nem tudom, mert akkor nem jövök. Jó, nem van. Jó. Majd fölszeded. Gabi! Ez a Gabinak az új kalapod, amit vettél? Igen, abba fogok Horvátországba menni. Te jó, úgy nézze ki benne, mint Matula bácsi. Marad Kunád, Gabi majd. Igen. Hát, az nem Kunád. Gabo, van Kunád? Van. Nem is egy. Later. Ennyi volt. Köszönöm szépen.
A nap további részében itt vagyunk még az albérletben, ahol Gabi régen lakott. Na, most kifehérettünk, vagy illetve nagyon befehérettünk. És most pedig megeszem az ebédemet, ami egy hamburger. Nem akármilyen hamburger, mert figyelj, mindjárt megmutatom. Én megfogod a kamerát? Persze, csak nem látom a kijelzőt. Ezt nézd, milyen hamburgerem van. Kicsit ki van lapítva, de ez palacsinta burger, nem? Francia burger. Ez francia burger? Honnan tudom? Ez az ennyi? Hát ez tényleg össze van lapítva. Ez a hamburger. De durva. Még nem esettem. Biztos el fog fogyni. Amúgy jó. Menj oda, adjál a kutyának egy francia. Nem adok neki. Csak menj oda, hogy ne uvasson. Ott mászik a szemét, láttad? Ott megint mászik. Ott mászik a szemét. Jaj, hogy pók. Igen, pók. Na hát nagy a rész, szinte mindent kipakoltunk. Elvittünk a másik az új házhoz. Meg kell mondjam, hogy ez volt életem legjobb költözése. Mármint nem nekem, költöztetése pontosabban, mert nem én költöztem. De soha egyetlen egy költözése nem volt ennyire sima, ennyire rendezett. Szóval jó volt, hibátlan. Nagyon jó az idő, gyerünk a szabadba! Jó. A mai vlog. Köszönöm szépen, hogy néztétek, és találkozunk holnap. Itt jönnek a szerenádos fiúk, lányok a lovaskocsin. Nézzétek, rajta ülnek a lovon. Hát irigyem igazából azokat a lányokat, akik ott ültek fönt a lovon. Picit, mintha pattogtak volna. Nagy zajt az biztos, hogy tudnak csapni, és az is biztos, hogy ők nem szerenáldozó fiúk, lányok voltak, szerintem. De az is elképzelhető, hogy valami lánybúcsú lehetett. Inkább. De az is hülyeség, mert fiúk is voltak rajta.